Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez itt egy Audi e-tron GT, az eres kivitel, vagyis eres e-tron GT, és sajnos ma reggel kötekedő hangulatomban vagyok, úgyhogy eleve a GT-be kötnék bele. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy Grand Tourer, Grand Touring, nagy utazóautó, és a nagy az mindenképpen megáll, hiszen ez az autó kifele hatalmas, belül viszont határozottan szűk. A Tourer, hát az egy érdekes kérdés, ugye a nagy utazóautóság az a 70-es, 80-as, 90-es években valami olyasmit jelentett, hogy átszeljük a kontinenseket 1000 km szám, ami hát egy ilyen 400-450 km hatótávú villanyautóval megint csak nem igazán valósul meg. Tehát a G és a T is lepatintható. Viszont e-tron. És eres. Ezt a kettőt, ezt megadom neki, mert minden hibája ellenére imádom ezt az autót. Ne legyenek illúzióink, ez itt egy Porsche Taycan, viszont alapvetően Porsche-snek érzem magam, és az Audi jellemzően távol áll tőlem, de itt most azt kell, hogy mondjam, ez egy lényegesen jobb dizájn, mint a Porsche. A Porsche eleje egy kicsit úgy néz ki, mint egy letaposott cipő, ez viszont egy markáns, frankó, kicsit szögletes, és emiatt egy kicsit talán maszkulinabb hatású autó, és ugyanez igaz a beltérre is. A Porsche-ban, hát ott van az a négy kijelző, olyan amilyen, ebben viszont egy sokkal ergonomikusabb, sokkal ízlésesebb belsőt hoztak össze, viszont ami alapvetően meghatározza ezt az autót, azok az arányai. Ránézek oldalról, a kerekei kint vannak a sarkaiban, egy kapszula az utastér, ugye ez már megint egy olyan autó, amit nem egy létező benzines platformra építettek fel, tehát nem egy A7-es Audit béleltek ki akkumulátorokkal, ez itt egy önálló elektromos platform, és úgy is néz ki. Jól! Szóval szerintem ez egy szép autó, és a szépségre nem kell feltétlen ideológiákat gyártani meg marketinget, hiszen egy szép tár jellemzően eladja magát. Viszont az Audinál mégsem bírtak maguknál a marketingen, úgyhogy tudjátok, hogy hívják ezt a sárvédő szélesítést? Ez itt a quattroizom! Kaparom az arcom. Ez itt egy eres modell, vagyis összkerékhajtású és dupla motoros. Ugye a Taycanból lehet venni olyat, ami csak hátsó kerékhajtású, az Audinál a GT, és az eres GT is egyaránt összkerékhajtású. A hátsó villanymotornak a pillanatnyi elérhető csúcs teljesítménye az 335 kW, és az állandó teljesítmény, amit ki tud fejteni, az 170 kW, míg elől szintén 170 kW a csúcs teljesítmény, különböző hajtásmódokban máshogy-máshogy priorizálja. Ez eddig nem nagy cucc. Ami ebben az autóban a nagy cucc, az a hajtáslánc maga. Ugyanis hátul van egy kétsebességes váltó, amit üzemmódoknak megfelelően használ, valamint van benne egy sperdifi, ami, hát tudjuk, hogy miért jó kanyarban, mert ha megrúgod, akkor driftel, hogyha rá simítasz, akkor meg izomból kitol, viszont hogyha például intenzíven motorfékezel vele, akkor képes arra, hogy bizony rázárja a difit, hogy hátul jobb legyen a tapadás, hatékonyabb legyen a motorfék. Tudom, hogy nem szerettek villanyautókról beszélgetni, úgyhogy inkább beszélgessünk legendás Audikról. Elmondom, hogy melyik a 7 kedvenc Audim az elmúlt 100 évből, és utána megdumáljuk, hogy a legendás Audik közt helye van-e az e-tron GT-nek. Az első az Auto Union Type C. Ez a háború előtti időszak talán legelborultabb autója, versenyautója, 6 literes V16-os dupla kompresszoros motorral, több mint 600 lóerővel az autó. Olyan nyomatékos volt, hogy Bernd Rosermeyer egyszer körbeküldte a Nordschleifén egy fokozatba csak azért, hogy demonstrálja, hogy mennyire irdatlan nyomatéka van. És egy pokolian nehezen vezethető autó volt, tehát ha megnézitek, ez az autó, bár nem ez volt az első középmotoros versenyautó, a motorsport még csak tanulta a középmotoros építésmódot, állandóan túlkormányzott, alulkormányzott, és cserébe pokolian sok volt benne a lóerő. Aztán 1937-re módosítottak a szabályokon, addigra már csak egy 3 literes V12-es kompresszoros fért bele, ugye csökkentették a lökett térfogatát a feltöltött motoroknak szabályozással, így ez már csak 485 lóerős volt. A menetelés egészen 1939-ig tartott, amikor hirtelen más elfoglaltsága támadt a német államnak, és Ferdinand Porsche szellemi kapacitását inkább harckocsikra allokálták. Az autónak különböző hajtásmódjai vannak, amik befolyásolják azt, hogy hogyan hajt. Például, hogyha efficiency módban használjuk, ami a hatékonyságra törekszik, akkor az első kerékhajtás priorizálja. A komfortban összkerékhajtásunk van, kettesben indul az autó, de hogyha 50-ig lepadlózod, akkor visszavált egyesbe.
Ellenben, ha földobod Dynamicba, mert éppen föl kell osztani a kúpot, akkor az autó egyesből indul, 70-110 között vált kettesbe, és nyilván ez ilyenkor egy teljesítményorientált összkerékhajtás. Joggal gondolhatnánk, hogy az e-tron GT és az RS e-tron GT között csupán a programozási különbség, pedig nem. Más a villanymotor forgó részének a mérete, egész egyszerűen rövidebb a forgó rész, így kisebb teljesítmény nyerhető ki belőle, nyilvánvalóan a teljesítmény elektronikán is és a programozáson is változtatnak. Állandó mágneses szinkromotorok vannak benne, ugye ez nem egy új konstrukció, ez most már legalább 4 éve a piacon van ez az autó. Fölstancolnak egymás mellé 02-es, 03-as acéllemezből egy 5-600 darabot, utána kifúrják, beletolják a vasmagokat, felmágnesezik a vasmagokat, és ebből lesz a motornak a forgó része. Az autógyártásban minden a packagingről szól, ez a csodálatos angol műsző, ez ugye azt jelenti, hogy a lehető legtöbb alkatrészt a legokosabban, a legkisebb helyre összerakni, azért, hogy a legtöbb hasznos tér maradjon, például akkumulátoroknak, futóműnek, utasoknak, mi egyébnek, ami kell egy autóban. Ebben az autóban egy úgynevezett koaxiális első hajtás van, vagyis a villanymotor kihajt a differenciálműre, és nem mellette fut a tengely, hiszen az helyet foglalna, hanem az első villanymotor tengelyében középen viszik át a hajtást a differenciálműről a féltengelyekre. Ezzel sikerült megspórolni 4-5 köbdeciméter térfogatot így az első motor körül, és ezért vannak ilyen okos megoldások, hogy például az autónak van frunkja, vagyis első csomagtartója, mindössze csak 100 liter, de én tök élvezem, hogy a retkes töltőkábelt nem a csomagtartóba kell bepakolni a dolgaimra, hanem van neki elől egy külön üreg. Ez az okos tervezés. A következő kedvenc Audi az a 100-as, mégpedig azért, mert két szempontból is egy rendkívül fontos modell. Ez volt ugye az első, amit nem Auto Union Audi, hanem csak pusztán, mint Audi ismert meg a közönség, és a másik, hogy itt indult el az Audi oda, aminek igazából ma ismerjük. 1966-ban vásárolta meg a maradék részvényeket a Mercedes-től, a Daimler-től a Volkswagen csoport, és dr. Ludwig Krausnak, a fejlesztést vezető mérnöknek tulajdonképpen megtiltották, hogy nem DKV alapút tervezzen. És ez az autó tulajdonképpen titokban készült el, amikor megmutatták a Volkswagen vezérkarának, annyira szerették, hogy Volkswagen logóval akarták árusítani, ám dr. Ludwig áldozatos aknamunkájának köszönhetően végül 1968-ban a Genfi szalonon Audiként jelenhetett meg. Az autó majdnem 5 méter hosszú és közel 2 méter széles, az RS modell súlya az 2420 kg, és mindent megtettek, hogy csökkentsék a súlyt. Tehát hidegformált acél, melegformált acél, sajtolt, extrudált, minden egyébféle alumínium, mighegesztés, maghegesztés, dörzshegesztés, ragasztás, szegecselés, karbontető, mindenféle karbon kiegészítő, tehát tényleg dolgoztak rajta, hogy az autó könnyű legyen, de hát nem tud könnyű lenni. Nagy lapai autó, viszont a csomagtér így is csak 350 liter, ellenben legalább az ülések dönthetőek, és a CV-érték 0,24, mint már említettem, a villanyhajtás miatt meg tudják csinálni nagyon-nagyon alacsonyra az elejét, hogy áramvonalas legyen, és sőt, tényleg dolgoztak az áramvonalasságon, tehát ez a kopoltyú itt valódi, aminek megvan az a jó téteménye, hogy beteríti az autót sárral már egy kisebb esőnél is. Természetesen összkerékkormányzásunk van, és a prémium iparban megszokott, elő a kettős kereszt lengőkaros, hátul 5 lengőkaros futómű. Mondhatni, mindenből a legjobb. Emlékszem arra, amikor először vezettem ezt az autót 3 évvel ezelőtt a Tannis teszten. Akkor nagyon tetszett, de időről időre azon kaptam magam, hogy esténként, amikor már csak ilyen fél óra, 40 percek voltak hátra a napból, addig lehetett elvinni autókat, mindig beleültem egy e-tron GT-be, és csak így elmentem valahova. Na most Dániában helyben tarkó lövés jár a gyorshajtásért, nyomasztóan szabálykövető minden autós, de azon kaptam magam, hogy ilyen 60-80-nal gurulok a vidéki utakon, és csak élvezem, hogy mennyire jó autó van körülöttem. Mindenki azt hiszi, hogy egy sportautó vagy egy sportos autó, abban méretetik meg, hogy mennyire jó vele határon menni, pedig nem. Az igazán jól megcsinált, magas műszaki színvonalú sportautó az abban méretetik meg, hogy jó vele lassan menni, mert amikor lassan mész vele, akkor is érzed, hogy a körülötted mozgó mechanika, a körülötted kitalált autó az eszméletlen jó, és nagyon-nagyon komolyan oda tették magukat a mérnökök. Most ez itt egy Porsche. Tekintsünk el az elején a négy karikától, semmi köze
az Audihoz. Nyilván valamelyest áthangolták, de azért nem lennék meglepődve, hogyha megnéznénk a típusbizonyítványt, vagy a homologizációs lapot, hogyha ez az autó, ez egy Porsche Taycan alváltozat lenne, ahogy a Macan egy Q5 alváltozat, tehát ez a játék oda-vissza megy. És hát gondolomig ismételtük már, hogy milyen versenysikerei vannak a Porsche-nak, nagyjából csak ott nem nyertek, ahol nem indultak el. Ennél fogva ez az autó is remek. 70 millió forint környékén ezért nem nagyon meglepő állítás, hogy a világ top sportautógyártója sok pénzért jó autót tud csinálni. De hogy nekem ez volt az első elektromos autó, amiben őszintén átéreztem azt az élményt, amit előbb taglaltam, hogy mennyire elképesztően jó autó van körülöttem, hiszen a mérnököknek egyel kevesebb platformjuk van a veled való kommunikációra. Nincsenek zajok, nincs hő, nincs rezgések. Itt a jó, az autó jósága sokkal kevesebb féleképpen tud megnyilatkozni. Viszont ebben az autóban ezzel együtt megnyilatkozik. És ez csúcs. Van az autó alatt egy disznó nagy tőkesúlya, milyen jól kiegyensúlyozza. Ez egy 650 kilós akucsomag, 33 modulból épül fel, a hűtőanyaga pedig 50% víz, 50% etilénglikol. Biztos vagyok benne, hogy nem gondoltad volna, hogy ezt megtudod, amikor elindítottad a videót. Akárhogy is, 90 kWh a kapacitásunk, és ez egy 800 voltos rendszer. Na most az ígért hatótáv az 500 km fölötti. Én most így egy hét autózás után azt mondom, hogy nagy biztonsággal ezzel a 2 és 15 fok között ingadozó hőmérséklettel a 400-450 km garantálható. Elképzelhetőnek tartom, hogy nyári gumival, nem ilyen téli traktorgumival, meleg időben megvan vele az 500, de ahhoz azért kell a nyugalom. Ha az ember elkezdi pirítani, akkor pedig bármennyi és akármennyi kilowatt is áttolható a rendszeren. A harmadik pedig az Audi Quattro, ami semmilyen ilyen listáról nem maradhat ki, hiszen itt verte igazán mélyre gyökereit az, hogy mit gondolunk ma egy sportos Auditól és milyen egy sportos Audi. Volt 5 hengeres turbomotorunk, és a Quattro hajtás, az összkerék hajtás egy egészen jó formájú kis kupéban, amit a 80-as alapjaira építettek. Na most, amiért ez az autó igazán megmaradt mindenkinek, az a Rally, a WRC, a B csoport. És a sztorihoz hozzátartozik, hogy 1979-ben az FIA szabálykönyv még tiltotta, hogy összkerekes autóval rallizzanak a gyártók, viszont az Audi egy trükkhöz folyamodott. Elküldte a saját képviselőjét az 1979-es FIA gyűlésre, ahol a gyűlés végén, ahol már mindenki pakolt, ahol már mindenki unta magát, ahol egyesek már a kalapjukat, meg a kabátjukat vették, feltette a kérdés, hogy jaj, nekem még lenne itt valami gond lenne, ha kihúznánk azt a szabályt, ami tiltja az összkerék hajtást. Egyrészt már senkinek nem volt kedve vele foglalkozni, másrészt mindenki azt vizionálta, hogy az Audi majd ilyen átkasznizott Range Roverekkel vagy traktorokkal fog próbálkozni a rally pályán. Hát nem, a módosítást átengedték, és hogy mi jött utána, azt tudjuk. Több ponton éreztetik velünk, hogy az Audi egy alacsonyabb polcos termék a WLG koncernen belül, mint a Porsche. Például a Porsche tulajok idejönnek, izgatóan megsimogatják az alkutöltőnek a nyílását, és kinyílik motorosan. Ezzel szemben mit csinál szegény, kék galléros Audi tulaj? Megnyomja, kinyílik. Mindkét oldalon van amúgy töltőnyílás, ami tök jó dolog, viszont gyors töltő ezen az oldalon van, ugye itt ki kell nyitni, hogy tudja a másik két kéz is tolni bele. No de! 5-ről 80%-ra, ami ugye mértékadó ciklus, 270 kW-tal megrúgva, 23 perc feltölteni az autót, ami egy tök jó érték, viszont azért ilyen töltő nincs minden bokorban, 11 kW-tal még mindig 9,5 órát kell vele várni. Na most, ehhez hozzátartozik, hogy én ezzel az autóval ilyen napi 100-120 kilométereket autókáztam el, tehát mondjuk azt, hogy ilyen nagyjából 25 kWh-t. Az autóhoz jár egy 2 kW-os fali töltő, tehát be tudod dobni otthon a konnektorba, hogyha van a garázsodban konnektor,
Leraktam az autót este 6-kor, és mikor másnap reggel 9-kor el kellett vele mennem, akkor szépen a kiautózott 25 kWh-t azt így visszaszipókázta magába. Tehát még úgy is együtt tudtam vélni egy ilyen nagy akkumulátoros, nagy fogyasztású villanyautóval, hogy nekem otthon sajnos nincs háromfázisom egyelőre. A fő oka annak, hogy jobban tetszik az e-tron GT belseje, mint a Taycannak, az itt található ezen a gombsoron. Például beülök egy autóba, és ülésfűtést akarok kapcsolni, nem kell belépnem egy almenüjébe, csak megnyomok egy gombot! Hihetetlen! Imádom az autóipari innovációt, de nem kell mindent újra feltalálni. Szeretnék egy egyenerősebb befúvást? És megint nem egy almenüben lépkedek. Visszaveszem. Szeretném lekapcsolni a légkondit? És lekapcsolt. Döbbenetes dolgok ezek. Búzdítanám az autóipari vezetőket, hogyha az Audi az elektromos csúcsmodelljében megmeri lépni, akkor merjelek meglépni mindenki, hogy legyenek egy autóban újra gombok. És meg is lépik amúgy, mert ahogy hallottam, a Volkswagen is elég erősen áttervezi az ID.2-t, valamint a következő Golfból kivezetik a tapizós kormányt, és visszatérnek a gombok. Na de, nagyon ízléses a beltér, elég tőlem távol álló ízlésben konfigurálták össze, én nem szeretem ennyire a feketét, itt ebben az autóban valószínűleg még a feketének is van egy fekete betétje, mert oké, zongoralak fogadjuk el régebbi konstrukció, de például itt van ez a szénszál betét, gondolom irgalmatlan pénzért, de kérhető ide egy rendkívül ízléses Audi fa, az a nagyon minőségi fa. Kérhetőek világos ülések, kérhető piros cérna varrás az RS csomaghoz. Tehát egy csomó-csomó dolog, ami egy kicsit feldobja az autót, és nem olyan a hangulata, mint egy túlhasznált kriptának. Tudom, hogy nagyon normi, de mindenki más is ezt mondaná, a következő kedvenc Audim az RS2. Tudjátok, a B4-es 80-as alapjaira épített turbós, öthengeres, összkerekes kombi. Az Audi amúgy Avannak hívja a kombit, meg az Audisok is Avannak hívják a kombit, de nekem vannak barátaim, úgyhogy nekem kombi. A Porsche-nak nem nagyon futott a biznisz a 80-as évek végére, a 90-es évek közepén elég erősen benne volt, hogy a vállalat megszűnik a fenébe, ezért bérgyártást vállaltak, abban a Russell-Bowie gyáregységben, ahol korábban a 959-es szuperautót szerelték össze, tulajdonképpen az első valódi szuperautót. És ott készültek békésen a Mercedes 500-ek, tudjátok, ezek voltak az 5 literes V8-as E-Mercik, valamint az RS2-es Audik. Van is olyan fotó, ahol a kettő egymás mellett parkol így felsorakoztatva. Viszont fontos különbség, hogy míg a Merci egy Mercedes által fejlesztett és Porsche által bérgyártott autó volt, addig az RS2 fejlesztésében vastagon benne volt a Porsche. Átalakították a hengerfej geometriát, az üzemanyag befecskendezést, nagyobb turbót építettek be, átdolgozták a futóművet, nagy Porsche logós féknyergeket raktak föl, tehát abban az autóban tényleg nagyon sok a Porsche, mostanra elképesztő értéket képvisel egy-egy darab, és ez az autó plántálta el mindenki fejében, hogy a gyors Audi az kombi, összkerekes és turbomotoros, ahogy az ég elrendelte. Bizonyos szempontból jó, hogy nálunk van ez az autó, bizonyos szempontból nem olyan jó, hiszen kifutó modell, megérkezett a Taycan frissítése, a testvérmodellé, biztosak lehetünk benne, hogy egy-két hónapon belül leleplezik az e-tron GT frissített verzióját, és a Taycannál brutál a hatótáv és brutál a teljesítmény növekedés. Tehát nem sok értelme van erről az autóról beszélni, tényleg csak azért kértem el, mert nagyon-nagyon szeretem. De ami miatt viszont mégis jó, hogy nálunk van, hogy ebben az autóban már van 22.136 km. Én forgattam át mellesleg a 22.000-en, haha. Viszont vannak problémák, amik nem tudom, hogy kellenének, hogy legyenek ilyen kis futásnál. Például, hogy ez az ülésállító gomb nem működik. Vagyis hát, hogy előre nem működik. Tudom magamat emelni, tudom magam süllyeszteni, tudok hátra menni, tudok játszani a támlával, mindent tudok csinálni, de előre menni nem tudok. Nézzétek meg, az ember kétségbe esetleg kísérletezik, és egyre később ér oda. Gondoljatok bele, aki az anyósan ül, az sokkal később ér oda, ahova megy, mint a sofőr, mert nem tud előre menni az üléssel, viszont hogyha egy finoman előre mozdítod, így, akkor ilyen kontakthibára gyanakszom.
Szokták mondani, hogy azért rakják be az autókba az érintőképernyőket, mert hogy sokkal tartósabbak a gombok. Erre szoktam válaszolni, hogy ki látott már tönkre menni egy nyomógombot. Na, ide most kéne egy jó érintőképernyő. Aztán a másik problémám, hogy ebben az... Na, ha megtaláljuk... Kitartónak kell lenni, akkor sikerül. Ismerned kell az autód belső lelki világát. Ez egyfajta bevonódás az autóval való kapcsolatba. Megtaláld a G-pontját az ülésállítónak. 70 millióért. Na de, a másik amúgy komoly probléma, hiszen ritkán szoktam erről az oldalról vezetni, mert viszonylag kevés előttem a kormány, az az, hogy az Apple CarPlay meglehetősen rapszódikusan működik, 10-ből mondjuk 5-ször. Tehát beindítom az autót, és nem csatlakozik. Beindítom az autót, kiírja, hogy csatlakozik, rányomnék az ikonra, majd nem lép be, vagy beindítom az autót, beindul az Apple CarPlay, és mondjuk egy ilyen 40-50 perc után kifagy. Nem gondolnám, hogy a telefonommal van a hiba, mert bár nem a legújabb, azért egy frissített, tehát aktuális frissítéssel rendelkező fapados iPhone 14-ről beszélünk, de azért működnie kéne az Apple CarPlay-nek, tényleg. Jó, ez az autó belső, igényes, össze van rakva, nem is nagyon zörög, kényelmesek az ülések, de ilyen apróságok annyira el tudják rontani az ember kedvét, hogy az hihetetlen. A kedvenc funkcióm talán az egész autóban, amit én kötelezővé tennék minden modern autóban, az az éjjellátó. Sokkal messzebbre lát, mint te fényszórókkal, főleg sötétben, és még ki is jelölgeti az élő állatokat, embereket, akiket te még nem is vettél észre, amikor az éjjellátó már kiszúrta. Nagyon érdekes a fogyasztás kijelzés, hogy van egy olyan műszerünk, ami azt mutatja, hogy hány kilométer van hátra, meg van a napi számláló, ami azt nézi, hogy mennyit mentünk eddig. És néha bizony az ember így megrémül, hogy úristen, ma csak 300 kilométerem van, és elkezd vele óvatosan autózni, így 20 kWh környékén, és még 5 perc múlva is csak 300 kilométert lát, aztán 10 perc múlva csökken 298-ra, azért, mert ahogy megy le az autó pillanatnyi fogyasztása, úgy tolódik ki a hatótáv. De ezt nem jelöli számokkal, tehát nem megy fölfele a skála, csak egész egyszerűen nem számol. Így az ember mindig hozzáadogatja a napi értéket a prognosztizált megtehetőhöz, és ebből jön ki a hatótáv, ebből tudom azt mondani, hogy ez az autó nagyjából 400 km, nagyjából bármilyen felhasználási körülmények között békésen el van, de talán még az 500 is elérhető nyári gumikon szép időben. És a listáról nem maradhat ki a D2-es A8 sem, mert hogyha a 100-assal indult el az Audi a prémiumság felé, akkor a D2-essel ért oda, mert ezt az autót már oda lehet tenni az S-osztály és a korabeli 7-es BMW mellé, habár nem nőtt föléjük, de voltak bizonyos műszaki szempontok, amikben bizony benyomta őket. Ugye, mint minden megalomán és durva Audi, ez is Ferdinand Piech ötlete volt, és alukasznit akart alkalmazni, ezért leszerződött az Aluminum Company of America nevű céggel. És volt ráció abban, amit az öreg gondolt, mert hogy a nagy Audik az összkerékhajtás miatt jellemzően 100 kilóval nehezebbek voltak, mint a riválisok, ezt kellett valahogy kompenzálni, tehát 1993-ra létrehozták a Space Frame-et, az alumínium térvázat. És sikerült, még a W12-es 6 literes kiadás is becsúszott 2 tonna alá, a kétkerékhajtású kettőfeles TDI pedig megállt 1630 kilónál, ami egy ekkora autónál, mint az A8, azért elég szép érték. A kedvenc 866.000 forintos extrám az autóiparban az jelenleg az Audi Laser LED. Ez több mint 800 méterre világít, csak nagyon speciális körülmények között engedi felkapcsolni, tényleg, hogyha nincs a közelben semmi, amit megrillezne a puszta bekapcsolása, és mindig mondják, hogy hát ez a refi, ez nappali világosságot csinál. Nem, hazudnak, ez a refi csinál nappali világosságot. Szerintem amúgy még a GPS adatokat is figyelembe veszi, hogy lakott terület közelébe véletlen se kattintsa föl, de ha mondjuk 1 kilométerre megy tőled egy bringás, akinek villan a prizmája, már akkor sem engedi. Hát nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy a szembejövőket ne vakítsa el. A hagyományos ledes fényszóró funkció, hogyha fölkapcsolod a távolsági fényt, az a hagyományos takargatással működik, és amikor tényleg senki nincs a közelbe, akkor ráengedi a lézer LED funkciót, ami meg aztán elhozza a napokalipszist.
A következő igazán zúzós Audink az az R10 TDI, ami 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban behúzta Le Mans-t. Ez minden dízelhuszár hivatkozási alapja, egy 5,5 literes V12-es turbodízel 650 lóerővel és 1100 Nm-rel. Szólnak róla pletykák, hogy ez a motor van a Q7 V12 elejében, de semmi köze az utcai motorhoz. Ez egy igazi, tiszta versenymotor, amit belelógattak egy jófajta dallarakaszniba. Mégsem a teljesítmény a lényeg, mert ezeket a számokat egy turbótöltött benzinmotor is könnyedén tudja hozni, hanem a fogyasztás, mert ugye a hosszú távú versenyzésben, tehát a Le Mans Series-ben nagyon sokat számít az, hogy mennyit kell kiállni, tankolni. És amíg a benzines versenytársak még mondjuk 13-14 körönként kijöttek, addig az Audi stabilan 16 köröket ment. Alan McNish is nyilatkozott, hogy az autót eleinte kifejezetten nehéz volt vezetni, mert hogy semmi motorhangja nem volt, így a visszaváltásokat, amiket addig fülre tanult meg a korábbi benzines autóiban, azokat teljesen újra kellett tanulni az Audiban, és nagyon furcsa volt neki az is az elmondásai szerint, hogy az autóban elképesztő zörejek voltak, amik hát minden versenyautóban megvannak, csak nem jöttek elő, mert egy üvöltő benzinmotor elnyomja őket. Állítólag 300 fölött az autóban a legmeghatározóbb zaj, az a kaszni mellett elsüvítő levegő volt. És hogy mit jelent ez a fogyasztás különbség? Hát, amíg egy korabeli LMP autó benzinből azért ilyen 70-75 litert megkajálgatott, addig a V12 TDI el volt 40 literrel. Komikusan soknak hangzik, de a versenypályán igazából ez semmi. És cserébe ott volt az irdatlan nyomaték mindig, minden fokozatban, minden fordulatról. És az autóban még DPF is volt, nem hiszed el, tehát egy gramkorom nem jött ki belőle, és 24 órán keresztül világítottak a leömlők. Na, így kell dízzel tuningolni. Ez itt az olcsóbbik drága fék, hiszen az eres modellhez rendelhető karbonkerámia fék is, amúgy a nem eres modellhez is rendelhető, de van hagyományos acélfék is a paletten. Ez itt a szilikonkarbid, tehát egy ilyen wolframmal felkeményített felületű fék, jobban terhelhető, mint a hagyományos acéltársa, de nyilván azért annyira nem tudott meggyepálni, mint a karbonkerámiát. Én azt gondolom, hogy főleg egy ennyire erős villanyautón sosem lehet elég jó a fék. Az utolsó kedvenc Audim az az R8, az első generációs, mert bár tudom, hogy egy sokkal jobb autó a második R8, de nekem valamiért mégis az első kedves igazán, főleg azért, mert egy picit emlékeztet szellemiségében a Honda NSX-ben. És nem csak azért, mert alukaszni középmotor, hanem azért is, mert egy olyan gyártónak a terméke, aki korábban ebben a ligában nem próbálkozott. Mert persze ott volt a Rosermeyer kupé, mint prototípus, ott volt az Avus Quattro, mint prototípus, de ezek sosem kerültek gyártásba. Az R8 viszont igen, és ott volt benne a nagyon-nagyon sokat forgó V8-as szívómotor, nem egetrengető, de azért bőséges 400 lóerős teljesítménnyel, és volt hozzá egy kevésbé szép emlékű egykuplungos robotizált váltó, de volt hozzá manuális is, valamint a quattrohajtás, és a széria végén már meg lehetett venni a jó kis sikítós V10-essel. Abból, hogyha tudnék nyúlni valamit mondjuk kanári sárgába, vagy pirosat, vagy csak simán levakarni róla a fényezést és felporírozni az alumíniumot, hát azzal jó sokáig boldog lennék. Na de akkor vissza a videó elejére, a fő kérdéshez, hogy lesz a legendás Audi az e-tronból. Én most megelőlegezném, hogy lesz. És nem azért, mert hogy tökéletes lenne, mert nem az, vannak hibái, de ebben a kategóriában ez az első Audi, és baromi jó. És most tekintsünk el attól, hogy egy Porsche. Mert hát az RS2-es Audi is egy Porsche volt. Az R10 TDI-ben könnyékig benne volt a dallara keze. Hát az igazán komoly Audik azok jellemzően valamilyen más gyártókhoz reműködésével készültek. Szóval pokoli jó vezetni, nagyon jól megy, új technikát hoz, gyors, és én ezek alapján megadom neki, hogy igen. Erre az Audira egyszer még úgy fogunk visszanézni az e-tron GT-re, mint egy mérföldkő.